A 2020-as covidos csonka évet követően a 2021-es esztendőben az olimpiai szereplés jelentette a csúcsot Majoros Bence számára. Az idei évben hullámhegyek és hullámvölgyek követték egymást a nyírbátori nevelésű játékos pályafutásában. Tavasszal a francia első osztályú Kátyi csapatában jó teljesítményt nyújtott és helytállt az Európa-bajnokságon is. Akadtak gyengébb versenyei, de az év vége a magyar bajnoki címmel és a top 16-os bajnokság győzelmével ismét eredményese sikeredett. Pozitív évet tudtam zárni, 14 meccset nyertem és 10-et veszítettem, ami első szezonban azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó teljesítmény volt, és ténylegesen a játékot tekintve azt éreztem, hogy ez egy szép teljesítmény volt. Utána nyáron szintén egy jó teljesítménnyel sikerült szerepelnem a magyarországi Summer Series nevezetű eseményeken, ami két versenyt jelentett. Utána az Európa-bajnokságon sikerült a legjobb 32-be jutnom, ahol végső soron kikaptam az Anton Kahlbergtől, akit egyébként meg sikerült megvernem még Budapesten az egyik versenyen. Most pedig sikerült újra magyar bajnokságot nyernem, aztán egy héttel később az Otokopizatot is sikerült megnyernem, és tényleg nagyon boldog vagyok ezzel a teljesítménnyel, mert nagyon kiegyensúlyozott voltam a mentalitásom, és azt gondolom, hogy jó volt, és tényleg a kiélezett helyzetekben is nagyon jó teljesítmény sikerült nyújtanom. Az első számú magyar férfi asztali teniszező számára a hazai versenyek is kiemelten fontosak, mivel válogatott beli társai ellen kell asztalhoz állnia. Természetesen mindig az a cél, hogy nyerjek, de ez nem azért van, mert hogy itthon játszok, és akkor ez egy elvárás magam felé, hanem mindig minden egyes eseményen azért veszek részt, hogy a lehető legelőrébb végezzek. Az, hogy Magyarországon elindulok egy versenyen, természetesen erősíti az én helyemet, hogyha sikerül nyernem, de legfőképpen itt is a teljesítmény van a központban, és ezért vagyok nagyon boldog, hogy ezt a magyar bajnokságot és a top 16-ot sikerült megnyernem, mert jó teljesítménnyel tudtam megnyerni, és ez mindenképpen egy pozitív dolog, és erőt ad ahhoz, hogy tovább haladjak az úton. Majoros Bence a 109. helyen zárja az évet a világranglistán. A két ünnep között otthon lesz, mivel Nyírbátorban edzőtáborozik majd a magyar válogatottal. Jövőre a francia csapatbajnokság mellett a válogatott viadalok és az egyéni nemzetközi tornák lesznek fókuszban. Már látótávolságban van a 2024-es párizsi olimpia is, amilyen természetesen ott akar lenni a 25 éves asztali teniszező.